A kékszín madár a barka ágról kiáll. Március utolsó hétfőjén ismét vers szeretők gyűltek össze a Munkásművelődési Központ színház termében. Az Íris vers színpad verseste a délutánján minden hónapban telt házban. Ó, nagyon kellemes, tényleg a lányok is, meg a fiúk is mindig nagyon szépen felkészülnek, és mindig aktuális versek vannak. Nagyon szeretjük, szeretünk ide járni, sokkal jövünk, mindig telt ház van. Annyira fel tudok üdülni tőle, hogy ahogy hallom a szép verseket, velük érzek egyébként nagyon. Bardot Éva, az Íris vers színpad vezetője többek között irodalmi estjeik elindulásáról is beszélt. Azt mondta, havi rendszerességű előadásaikon igyekeznek megemlékezni a jeles ünnepekről, dunaújvárosi költők verseit is bemutatva. Nagyon nagy hiányt pótol ez a csapat ezzel a előadás sorozattal, ugyanis az a célunk, hogy a verseket minél több emberhez eljuttassuk, mert van, aki ugyan szereti a verseket, de nem ül le olvasni, olvasva is más, meg hallgatva is, és igazándiból úgy alakult ki ez a formáció, hogy volt egy látásérültek klubja, aminek én adtam az Íris nevet, és ott többen panaszkodtak, hogy kevés a hangos könyv a könyvtárban. És akkor Barna Jóskával beszéltük, hogy kitaláltuk, hogy kéne verseket mondani, és az ő ötlete volt, hogy helyi költők verseit mondjuk, mivel ő is ír egyébként verseket, nagyon szépeket. Az Íris vers színpad tagjai minden hónapban ellátogatnak a környékbeli idősek otthonaiba, a jó szolgálati otthon lakóihoz, ezzel is támogatva az otthonokban élő lakók jó közérzetét. Ez a klub az eltelt évek alatt szinte már családdá vált, ahová szívesen mennek az emberek, barátokkal találkoznak, és hétfő esténként öregbítik a vers és versmondás szeretetét Dunaújvárosban. Kulturális és hagyományőrző tevékenységük elismeréseként Dunaújváros megyei jogú városközgyűlése 2016-ban Prokultúra Intercizé díjat adományozott az MMK Íris vers színpada részére.